Hol tartunk ma? Hát lehet látni, hogy egyre inkább kúszik fölfelé ez a diagram, és bizony van olyan nap, amikor már a 200 főt is elérte az illegálisan Magyarországra érkezők száma. Tehát fokozódik, ismételten fokozódik a Magyarországra érkezők száma, tehát nem véletlen az, amit tegnap is a sajtóban láthattak, olvashattak, hogy a Magyar Honvédség ismételten megerősíti, bővíti a határmenti jelenlétét és feladatát. Következőt nézzük meg. Milyen kilátások vannak? Hát sajnos azt kell mondani, hogy a piros, mondjam úgy, téglalapban olvasható, hogy fokozódni fog a nyomás. Tehát nem lehet arra számítani, hogy csökkenni fog, nem lehet arra számítani, hogy ezen a szinten marad, hanem látjuk, hogy mi történik Görögországban, látjuk, hogy mi történik a macedón határon, tudjuk, hogy Ausztria is milyen döntést hozott, tehát fokozódik a nyomás Európában, és ez a nyomás nem fog megszűnni. Keresik majd az újabb lehetőséget, az újabb utat. Itt kettő van feltüntetve, és ugye ha Románián keresztül érkeznének, az gondolom a debreceni polgároknak sem túl kedvező hír, hiszen volt ebben a városban menekülttábor. Az itt élők nagyon jól tudják, hogy ez mit jelentett, és azt is lehet látni, hogy mit jelent az, hogy Németországban mik történnek a menekült táborokban, vagy környékén, vagy éppenséggel az északi országokban. Tehát több útvonalat lehet itt látni, amelyre lehet számolni, amire fel kell készülni. Egy dolog nincs ezen az térképen feltüntetve, ez mai felderítési adatok, információk alapján került hozzánk a délelőtt folyamán. Ez pedig hát Grúzia, Oroszország, Ukrajna. Tehát a Fekete-tenger keleti partvidéke, és ha ezt az utat választják, akkor bizony további előkészületekre van szükség. Tehát nem kizárt az, hogy nem csak a román-magyar határ lehet érintett ebben a feladatban, hanem érintett lehet a magyar-ukrán határ, érintett lehet az ukrán-szlovák határ, sőt, érintett lehet még a lengyel határ is. Tehát ez nem szerepel még ezen a térképen, de mai jelentések alapján vannak ilyen információink is. Nem túl biztató a helyzet, azt kell mondani.